Megkezdő szereplését a címvédő, köszöntök mindenkit az E-bajnokok ligája első csoportköréből. Manchester City Barcelona rangadót rendeznek az E-bajnokok ligája első fordulójában a csoportkörben. Egy elég erős csoport jött össze. A Manchester City, amely nálunk ugye megnyerte az előző szezonban az E-bajnokok ligáját, most ismételten pályán a BL-ben, ugye legutóbb a Paris Saint-Germain elleni győztes döntőn láthattuk a Cityt. Aztán láttuk ugye az UEFA Superkupán a Róma ellen, és idén is látni fogjuk a Róma ellen a Cityt, hiszen egy csoportban van az E-bajnokok ligájában a Manchester City a Rómával, akár csak a Barcelona és még a Galatasaray alkotja ezt a négyest. A BL Invis után kezdődik a forduló egyik legjobban várt rangadója. Na nézzük akkor a két együttes összeállítását. Ami a Manchester Cityt illeti, azért tényleg az egyik legerősebb kezdőjével áll ki a City. Ederson a kapuban, Cancelo, Laporte, Diaz és Walker alkotja a védelmet, Bernardo Silva, De Bruyne, illetve Rodri a középpályán, elő pedig most a Grealish, Haaland, Mahrez 3-as kezd. Ezen a találkozón szinte ugyanaz a csapat, amelyet láthattunk a BL döntőjében is, úgyhogy ebben bízik Guardiola, meglátjuk, hogy a Manchester Citynek majd hogyan sikerül elkezdeni ezt az EBL szezont. Ugye Rómával is meg kell küzdenie mind a két csapatnak, úgyhogy azért eléggé erős csoportnak néz ki ez, még itt van a Galatasaray is, de hát nyilván elsősorban ez a két csapat esélyes a továbbításra, és az első és az utolsó fordulóban is megmérkőzik egymással a Manchester City és a Barcelona együttesen. Nézzük a katalánokat, Ter Stegen véd majd ma a Barca kapujában, ami a védelmet illeti, ott lesz majd Jordi Alba, Koundé, Araujo, illetve Sergi Roberto, Pedri, Gavi, illetve Kessié alkotja a védelmet, elő pedig a Depay, Lewandowski, Dembélé 3-as kezd majd a Barcelonánál. Ugye a katalánok a Lipcse ellen estek ki meglepetésre az EBL-ből tavaly a negyeddöntőben, pontosabban az előző szezonban, és aztán ugye pont a Lipcse tudta kiejteni, vagy a Lipcsét tudta kiejteni az elődöntőben a City, úgyhogy ha a Barcelona ott tovább jut, akkor már az elődöntőben az előző szezonban találkoznak egymás ellen, de most végül itt megmérkőzhetnek a csoportkörben. Dembélé rögtön helyzetben, és az emelését fogja Ederson, jó kezd minden esetre a Barcelona. Rodri, előtte ugye elődöntőig is jutott a Barcelona, a Bayern volt a végelemes, meg a nyolcaddöntőben egyszer az Inter. És meglátjuk, hogy a csoportkörben összejön-e a továbbítás majd a katalánoknak. Nyilván most is nagy terveik lehetnek, de döntőben nem, még soha nem jutottak. Mindig valamelyik egyenes kieséses szakaszban, legyen az nyolcaddöntő, negyeddöntő vagy elődöntő, estek ki az előző három szezonban. Cancelo mehet most. Haaland kapja a labdát. De nyilván nem a legszerencsésebb a címvédő ellen idegenben kezdeni egy EBL sorozatot. Mahrez be tudja adni a labdát. Koundé az, aki kifejeli. Lecsorgó után Grealish. Ez még ott lehetett volna, de Gavi aztán, aki birtokba veszi a labdát. Dembélé. Lewandowski. Lewandowski átengedi Dembélé Kessiének. És Kessié kicselezi Walkert is. Hoppá, Kessié helyzetben 11-es lesz. Büntetőzőt a Barcelona, Walker pedig kiállítja a játékvezető. Hát nem indul jól a szezon az Etihadban. Itt van Kessié, ott hagyta, becsapta Walkert egy finom csellel, és kiarcol egy 11-est, meg még emberelőnybe is kerül a Barcelona. A 14. percben már. Depay fogja lőni a 11-es, nem Lewandowski, úgyhogy meglátjuk, hogy Depay értékesíteni tudja ezt a helyzetet. Depay, belüli! Megszerzi tehát a vezetést a Barcelona a 14. percben. És jön a Fütszó Depaynak, ez most szép muzsika. 1-0 a Barcelona javára. Eleve jobban kezdtek a katalánok ezen a mérkőzésen. Kessié kiharcolta, Depay meg odaállt a labda mögé, és be is rúgta. 1-0 a Barcelonának a 14. percben, és emberelőnyben játszik a Barca együttese. A folytatásban is Grealish. Bernardo Silva. Na innentől lesz igazán érdekes a meccs. Kessié. Depay kapja a labdát. Hát Barcelona már nagy lépést tett a továbbítás felé, hogyha ekkora skalppal kezdi ezt a szezont. Kessié. Jó labda Lewandowskinak. Lewandowski. Vár vele, aztán megtolná. Rodri jól védekezik. A Bayern elleni negyed döntőben duplázott az előző szezonban Rodri. Haaland. Lefejedi Silvának. Bernardo Silva. Ugratás Koundé felé. Roberto.
Mai napon Liverpool Atletico Madrid rangadót is rendeznek itt az első fordulóban. Holnap megint a Fradi első meccse a Sevilla ellen. Dembélé! Dembélé lő! Hát majdnem ott lett a második, Ederson véd. Egyelőre csak a Barcelonának vannak helyzetei, sokkal jobbak egyelőre a vendégek. Depay szöglete, ott a fejes, ez pedig Jack Grealishé, ő takarítja el a labdát. Rossz helyre azonban Gavi, Koundé. Koundé elpasszolta, Rodri, Mahrez. Gavi ott rajta, Mahrez még mindig. Jól csinálja eddig Riyad Mahrez. Ott hagyja Jordi Albát is, Mahrez mehet. Holland kéri középen, Mahrez még. Mahrez helyzetben visszacselez még. Az algériai már ez egyedül le tudja tenni, és nagy szerelés De Bruyne-vel szemben. Gavi, ezt már túl vitték kicsit a manchesteriek. És eltelik úgy az első fél óra, hogy nem volt helyzete még a Manchester Citynek. Ez meg gyönyörű összjáték Gavi és Lewandowski között. Lewandowski tör kapura, helyzet 2-0. Lewandowski is betalál, azok után, hogy Depaynak átengedte a 11-est, lő akcióból gólt, 2-0 Barcelonának a 31. percben. Hát nem akármilyen mérkőzésen indíthatja ezt a szezont így a Barcelona, a címvédő ellen vendégként. Lewandowski góljával 0-2, és meg is érdemli a Barcelona ezt az előnyt, mert sokkal jobban játszik, mint a Manchester City. Nyilván lesz még hátra 5 meccs, bármi megtörténhet, de a kezdés ez azért a Barca szempontjából nagyon jó egyelőre. Dembélé, Cancelo, Bernardo Silva, Koundé, hát a Citynél meg tényleg semmi elképzelés majd a játékban. Pedri, ráadásul ugye még az ember hátrány az még jobban nehezíti az angolok dolgát. Depay, jól csinálja! Depay, Lewandowski, és óriásit véd Ederson! Hát majdnem ott lett a harmadik. És megint egy nagyon szép játékot mutatott be a Barcelona. Ter Stegen, felrúgja előre, Kessié fejeli le, Sergi Roberto, Gavi a labda, Kessié engedi át Pedrinek, Kessié visszakapta, Gavi hosszú, Cancelo, Laporte, Rodri. 0-5 a kaput eltalált lövések aránya. De a Citynek még lövési kísérlete sem volt, és lehet hallani a City szurkolók véleményét. De Bruyne, most már volt lövés, Koundé blokkolta, de még mindig ott van. Silva teszi le, Erling Haaland, a Zitzer, Ter Stegen mekkorát védett. Hát visszahozhatta volna Haaland a meccsbe a Cityt. Ez volt a legnagyobb helyzet az angoloknak. Lewandowski, Pedri. Vissza Lewandowskinak, Pedri indul be, Lewandowski inkább Dembélét választotta. Sergi Roberto, egy perc a ráadás, Pedri és Rodri. Előre vágja, és itt a vége a félidőnek. Hát nagy a fügyszó, vagy nagy volt a fügyszó a félidőben, nem csoda. Igen, gyengén játszik a Manchester City, és hát ember hátrányban, 2-0-ás hátrányban vannak az angolok. A Rafinha jött Depay helyett egyébként, Busquets Gavit váltotta. Úgyhogy voltak Barcelona cserék a szünetben. A gólszerző Depay, tehát lejött Rafinha, meg beadja a labdát Dembélének. Jó lehet, oly de szép csel volt Dembélétől vissza a lövés, hogy blokkolja Laporte. Dembélé azonban visszaszerzi. Nagyon van játékkedve a Barcának. Depay lő! De Depay, bocsánat, Dembélé lő, és Ederson véd. Pedri lő, jöhet majd a szöglettel. Dembélé a labda. Cancelo mellett tolja beljebb. Dembélé lő! Hát ez azért nem volt már olyan jó, mint az előző. Ez egy bedobás így a Manchester Citynek a lövés után. De nagy kedvel kezdi Dembélé ezt a meccset, ezt a fél időt pontosabban. Mahrez. Az első fél időben is igen aktív volt, és ugyanúgy nem talált be Lewandowskival és Depay ellentétben, de talán a legaktívabb Barcelona játékos ezen a találkozón. Kessié szerzi vissza a labdát. 11-est ő harcolta ki, nagyon jól mozgott a középpályán akkor is, meg egyelőre most is. Busquets labdája rossz Dembélének, Ederson. Lewandowski. Lewandowski lövi vissza. Ederson lehúzza. Laporte. Nagyon el akarja dönteni egy 3-0-ával a Barcelona ezt a mérkőzést. És benne is van ez a meccsben. Rodri. Mahrez. Most azonban jöhet a City. Mahrez még. Mahrez. Be tudja adni a labdát. Silva fejjel. Nem volt veszélytelen. Kibújtott a védők mögött a portugál és bólintott a kapu fölé. Jön majd Gündogan a City csapatába, méghozzá Rodri helyére, Ter Stegen. Koundé. Gattan cse lesz hátul Koundé Haalanddal szemben, ez belefér. És Lewandowski át tudja venni, Gündogan hibázott bele. Lewandowski messziről rálövi. Ederson. Lewandowski most a távoli gólokra hajt, úgy néz ki. A lövés statisztikát mondjuk szépen fel tudja tolni még jobban így a Barcának, már ez.
1-8 a kaput eltalált lövések aránya a Barcelonának, egészen elképesztő adat. Már ez középre. Ott a helyzet, Sergi Roberto, Ter Stegen még, Koundé, Kessié, és be van szorulva kicsit hátul a Barcelona, de Busquets és Kessié jól adja meg, Lewandowski, és már az ellenfél tér felén a katalán akció, Rafinha kapja, Díaz üldözi őt, Rafinha belövi középre, Dembélé zicserben nem tudja belőni. Ederson védett nagyot. Hát nagyon közel ahhoz a Barcelona, hogy 0-3-ban ezt a meccset lezárja. Koundé haza. Ter Stegen. Kessié. Visszaszerző a labdát a Manchester City. Haaland. Lőhet akár Haaland. El is lövi! Szöglet állt a Manchester Citynek. Negyed órával a vége előtt lejönni Lewandowski. És érkezik Aira, volt Manchester City futballista Ferran Torres a folytatásra. Foden pedig Grealist váltja. Ter Stegen megkíti a labdát a szöglet után. Torres. Jól csinálja egyelőre. Ezt már nem. Foden. Laporte. De Bruyne. Gündogan. Gündogan még. Jó ez, Gündogan. Gündogan, nagy labda, és kapufára lövi Haaland. Marad a 0-2. Szépen elcsavarta, de kapuba nem tudta belőni a norvég. Haaland megint. Haaland, beljebb tolja, és egy nagyon rossz passz választott Sergi Roberto Busquetshez. És most lekontrázhatja a Barcelona a Cityt, Ferran Torres azonban nem tudta ott megszerezni. Díaz. Itt a végére már azért kezd éledezni a City, de már nagyon későn. Márez megy el jól, és nincsenek hátul. Márez helyzetben, Ter Stegen megint. És még mindig ott lehet a helyzet. Márez, Ter Stegen újra. Jöhet a szöglet. És lehúzza ezt Ter Stegen. De itt Márez, mindig az Álvarez a folytatásban majd. Ederson. Gündogan Cancelóhoz. Foden. Cancelo újra. 90. perc, 2-0 továbbra is a Barcelonának. Nagy labda. Julián Álvarez jól veszi át a labdát. Álvarez. És óriási becsúszás mondom én, de ez 11-es lesz. Kessié volt a szabálytalan itt a mérkőzés végén. Az ellenfélnek meg a csapatának is összehozott egy büntetőt. Na nézzük, De Bruyne a labda mögött. De Bruyne belövi. 1-2 a 92. percben, de már időn túllőtte ezt be a belga. Úgy valószínűleg itt már ideje nem lesz a Manchester Citynek egyenlíteni. 2-1. Hát a legvégén összejön a szépítés a Citynek. De Bruyne 11-esével. Itt már Ter Stegen is tehetetlen volt. 1-2. Na még egy távoli kísérlet. Ederson minél messzebb kerül a labda, és itt a vége. A Barcelona győzelemmel kezdi az EBL-t.